Én azt mondanám, hogy a háborúban edződött gyalogos katonák jelentek meg Párizs utcáin, akik arra lettek kiképezve, hogy hogyan öljenek meg civil embereket. A felszerelésük is egyébként itt, ahogy igen, a felvételen a megrázó felvételeken látjuk, látszódik, abszolút párban mozognak, abszolút katonai harcászati taktika alapján, olyan felszerelésben, ami katonai védőfelszerelés, tehát nagy valószínűséggel golyóálló mellény van rajtuk, illetve katonai gépkarabély, tehát Kalasnyikov típusú gépkarabély. Semmifajta esélyt nem adtak senkinek. Itt többen arról beszélnek, hogy ők mennyire felkészültek. Nyilván a mozgásukból látszódik, hogy nekik van egy katonai kiképzésük, de egyébként senkinek nem lett volna esélye. Tehát ők teljesen fegyvertelen emberekre fogtak ugye a támadás első percében. Vannak egy épületben fegyverrel, hát egy szerkesztőségben, és fegyvertelen emberekre lőnek, senkinek nincs esélye. Rengeteg ember, majd pontosan tudták, hogy olyan rendőrökkel találkoznak, akik maximum maroklőfegyverrel vannak felszerelve. Tehát ők ennek a magabiztosságnak és ennek a felkészültségnek a mentén eléggé nyugodtan hajtották végre azt, amit csináltak. Egy ilyen fajta tudásra egy háborús övezetben 6-8 hónap alatt, egy alapkiképzés után szert tehet egy ember. És hát az látszódik, hogy semmifajta lelkiismeret, fordalás, gátlás nincs bennük, abszolút a gyilkolásra lettek felkészítve. Azt látom egyébként, hogy nagyon komolyan vissza kell térni a régi titkosszolgálati módszerek körébe tartozó beépüléses technikákba. Az, hogy csak technikai eszközökkel legyenek ezek az emberek figyelve, abszolút nem elegendőek. Be kell jutni ezekbe a szervezetekbe, viszont az látszódik, hogy ez a fajta radikalizálódás. Én azt mondom egyébként, hogy az iszlám szélsőséges része az már nem is vallás, hanem egyfajta halálkultusz. Ezeknek az embereknek nehezebb élni, mint meghalni. Tehát egyszerűen ahhoz szocializálták az agyukat a kiképzőtáborba, a háborús övezetekbe, hogy jobb meghalniuk. Tehát ez egy borzasztó irányzat. És hát ilyen szempontból ebbe a körbe ügynököket juttatni, olyan személyeket, akik onnan információkat tudnak. És végrehajtják az elvárásokat, amit... És hát így van. Tehát amiről ön beszél, pontosan vannak elvárások, hogy ők ebbe a szervezetbe tartozhassanak, és hogy eközben az épelméjüket megőrizzék, tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat.